Az Európai Parlament a magyar baloldali képviselők nyomására beperelni a bizottságot, amiért az megkezdte a pénzek kifizetését. Hídvégi Balázs, a Fidesz EP képviselője szerint az egész ügy egy tragikomédia. Megkérdeztünk karcagi pedagógusokat, őket hogyan érinteni ez a döntés. A híradásokban olvastunk erről, és nagyon felháborítónak tartom, mert a pedagógusok megkapták a béremelést, és a következő béremelés is belett nekik ígérve, és a kollégák nagyon várják ezt a lépést, tehát még egyszer, ez nagyon felháborító. Nagyon reméljük, hogy Brüsszelben nem fog olyan döntés születni, amelynek hatására a pedagógusok itt Magyarországon nem fogják megkapni a már korábban megígért béremelést. A valaha volt legnagyobb fizetésemelést kapták a tanárok és az óvónők februárban. A pedagógusok remélik, hogy ez meg is marad. Én úgy gondolom, hogy a pedagógus pálya nemzetünk, az országunk szempontjából az egyik legfontosabb, hiszen a gyermekeink jövője fogja majd meghatározni az országunk jövőjét is. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ez a pedagógus béremelés ez zavartalanul végbe mehessen. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy Brüsszellel egy olyan megállapodás szülessen, ami tulajdonképpen mindenkinek megfelelő lesz. 2024. január 1-jével 32,2%-kal emelkedett a pedagógus átlagbér, a pályakezdő gyakornokok fizetése pedig a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény alapján a 2023. évre rögzített 400 000 forintos illetményhez képest 528 800 forintra emelkedett. Ennél kevesebbet más pedagógusok sem kereshetnek.